Hárman sérültek meg a Veszprém megyei Csöglén, amikor felrobbant egy házilag készített pálinka főző berendezés. Egy fiatal pár és egy fiatalkorú fiú került kórházba a robbanás után. Úgy tudjuk, hogy a férfi állapota válságos, de a másik két sérült életéért is küzdenek. A faluban azt mondták, úgy tudják, hogy a legfiatalabb fiú állapota volt tegnap a legjobb, de ma már őt is Győrbe viszik az ajkai kórházból. Ebben a házban történt a robbanás tegnap késő este. Sokan a mentők hangjára riadtak fel, de sokáig nem tudták, hogy mi történt. A Marikától kérdeztem, nem hallotta, hogy hol volt ez a baleset, vagy akármi, ahova ment a mentő, azt mondta, hogy a postás írmuséknál robbant föl valami. Azt mondja, hogy az András is, meg a Csilla, meg a Péter kórházban vannak. A mentők nagy erőkkel indultak a helyszínre, mert őket úgy értesítették, hogy sok sérült van. Végeredményben 3 sérült volt. A 3 sérült mindegyike kórházba került, az egyikük a győri égésplasztikai osztályra, másik budapesti kórház égésplasztikai osztályára, a harmadik pedig az ajkai kórházba. A mentőállomás vezetője azt mondja, hogy mind 3 sérült súlyos égési sérüléseket szenvedett. Mind a 3 sérült másod-harmadfokú égéseket szenvedett, a kiterjedése 50-60%-os, illetve 30%-os volt a helyszíni megítélés szerint. Az egyik sérült rokona azt mondja, hogy a Győrben kezelt férfi állapota sokat romlott ma reggelre. Saját agya nem bízik benne. Az ő 80%-os égési sérülésben, jó mélyen. Mesterséges hova van, ugye, egész altassa, meg ugyanállás lációkat kap, hogy ne érezzen a semmit. A faluban azt beszélik, hogy a pálinka főzőt összetákoló férfi már korábban is szenvedett súlyos sérülést barkácsolás közben. Beca nevét úgy ismer, hogy jutas, hogy valami történt az ujjával, valamikor régen valami elemekkel vagy akkumulátorral játszott, aztán lerobbant az ujja. Úgy tudjuk, hogy a robbanás akkor történt, amikor a 26 éves férfi 24 éves barátnőjével és 16 éves unokatestvérével egy sörös hordókból összetákolt pálinka főzőt akart kipróbálni.